Az idei nyári időjárás meglehetősen kedvezett a barackoknak, nem egészen egy hete járt stábunk a kalocsai piacon, ahol több árus is azt nyilatkozta a televíziónknak, hogy az eddigi nagy melegben nagyon gyorsan beértek az idei gyümölcsök annyira, hogy nem győzik szedni. A tavalyi nagyon gyenge termés miatt meglehetősen magas volt az ára a kajszi és az őszi barasznak egyaránt, így sokan nem raktak el belőle télire és lekvárt sem készítettek belőle. Viszont az idei jó termés miatt az áruk jelentősen csökkent. A kajszi barac szezonja június közepén, végén indul, és július a főszezon, míg az őszi baracké július közepén kezdődik és szeptember közepéig tart. Az Agroinform szerint a budapesti nagybani piacon az első osztályú hazai őszi baracnak kilóját 440 és 530 forint között tudjuk megvásárolni, a szintén első osztályú magyar kajszi barackot pedig 350 és 500 forint között. Manapság egyre több helyen hirdetik a Teszed Magad akciót, melynek keretében olcsóban hozzá lehet jutni a gyümölcsökhöz, amit mi magunk válogatunk a fáról. Mostanában kissé hűvösebbre fordult az időjárás, így sokan kihasználják ezt az időszakot, és nekiálltak a lekvár főzésnek, melynek készítése nagy múltra tekint vissza. Ma már mézzel vagy édesítőszerrel is készítik a lekvárt, sokan azonban a régi hagyományok szerint csak is cukorral. Ha valaki valami újdonságot szeretne kipróbálni a jól megszokott helyet, az interneten lehet találni különböző különleges recepteket. Nem csak a barackot ajánlott ilyenkor készíteni, hanem a nyári szezonális gyümölcsét is érdemes üvegbe zárni.